Sziasztok! Jó reggelt! Üdvözlök titeket itt ma újra a csatornámon. Húha, nem volt videó, vlog. Volt videó, de nem volt ilyen hétvégi vlog, most már nem vlogoltam 2 hete, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy végre itt vagyok újra, és vlogolunk, nagyon hiányzott. Hihetetlenül elfoglalt voltam minden egyes részében az életemnek. Munka, személyes élet, minden, amit el tudtok képzelni, úgyhogy nem volt egyszerűen alkalmam, és nem is voltam energiába, hogy tudjak vlogolni, hiszen nagyon-nagyon ki voltam merülve. Képzeljétek el, hogy jelenleg egy ilyen elvágom, megégetem magam részben vagyok az életemnek. Megvágtam magam, itt megégettem magam, és tegnap pedig itt megvágtam magam, úgyhogy jelenleg ilyen krémmel kerem be, ami ilyen antibiotikumos, mert nálam ez nagyon könnyen átalakul psoriasissá, ami nyilvánvalóan nem jó. Szóval, hol vagyok az életemben? Fölment 2 kérdezt felelek, amikor ti ezt néztek, akkor már fölment 2, eddig egy ment föl, ma fogom megszerkeszteni a másodikat és felrakni, de amire ezt néztek, addigra már fel lesz mind a 2 kérdezt felelek. Az egyik egy ilyen általános kérdezt felelek, a másik pedig az Egyesült Államokkal való videó, ma pedig vlogolunk, nagyon elfoglalt napom van el. Gyorsan ledarálom nektek, hogy mit csinálunk ma, csak hogy tudjátok, hogy mire lehet számítani. Van egy házmutatásom Encinóban, Encino ilyen 40 percre van innen tőlem, van egy vevő, aki ott néz házat, és neki fogok mutatni, utána hazafele megállok boxolni, úgyhogy már úgy öltöztem föl, szerencsére ez a vevő, ez nagyon jóba vagyunk, szóval nem kell annyira kiöltöznem. Fölvettem egy cicaladrágot, egy ilyen crop toppal, és rá fogok húzni egy hosszú jacket, csak egy kicsit professzionálisabb legyen, viszont alatta rajtam van a sportmelltartóm, mert megyek boxolni. Utána találkozok az egyik barátnőmmel, akit nem láttam már, majdnem másfél éve, mert ugyanabban az épületben voltunk szomszédok, ahol laktam régebben, és ő is már kiköltözött onnan, nyilván én is itt lakom, úgyhogy igen, gondoltuk, hogy összehozunk egy találkozót, egy kávét, úgyhogy vele találkozok egy 30-kor, aztán utána van még egy házmutatásom, úgyhogy utána odarohanok, és nyilván a boxolás után lesz időm hazajönni, és lezuhanyozni meg minden, és úgy folytatom a napomat. Megyünk, mit csinálunk más? Te van egy randim a barátommal, megyünk valahova, nem tudom, hogy hova, majd ő elmondja, mert meglepetés, úgyhogy ez a terv. Ezen kívül a hajam jelenleg, ja, holnap megyünk felrakatni a hajamat végre. Szóval az történt, hogy kivetettem az előző póthajat, befestettem a hajamat szőkére, tehát ez mind, itt Los Angelesben nem az van, hogy egy fodrász mindent csinál. Tehát elmentem, aki a hajhosszabbítást csinálja, ő kivette a hajamat. Utána elmentem másnap egy másik fodrászhoz, aki csak fest, ő befestette a hajamat, és csináltunk egy ilyen highlight balayage mixet, szóval igazából le kellett nyilván szivatni a hajamat, mert az én alap naturális hajam az sötét szőke, vagy nagyon világos barna, ez a ilyen, elég ilyen hamvas szín. Leszivatta, befestette, csinált highlightot, csinált egy ilyen meltinget a tetején, hogy amikor nő le a hajam, akkor se fog annyira látszani, úgyhogy nem kell olyan gyakran festeni, úgyhogy ott voltam 5-6 órán keresztül. Aztán utána szerda, csütörtök, péntek, szombat nyugi, és vasárnap pedig visszarakjuk a póthajat, vagyis nem visszarakjuk, hanem teljesen új hajat vettem, ami ugyanez a szín, mint ez, úgyhogy ezt be fogjuk rakni holnap, amit nem tudom elmondani, mennyire várok, amúgy nagyon durván megnőtt a hajam. Ide berakok egy képet, amikor ki van engedve a hajam, hogy milyen hosszú, nem tudom, hogy emlékeztek-e, de ide berakok egy képet most arról, amilyen volt, amikor levágattam nagyjából kicsit több, mint egy évvel ezelőtt, szóval hihetetlen, hogy mennyit nőtt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy tönkretegyük megint egy kis leszivatással. Nem, amúgy nagyon jó termékeket használ, és tudom, hogy a leszivatás alapvetően nem egészséges a hajnak, de nekem nagyon hiányzott a szőke haj, és én mindig szőke voltam, és tudom, hogy az én eredeti hajam sem annyira sötét, de nagyon hiányzott, hogy ez a világos szín legyen az arcom körül. Én szerintem jobban áll nekem ez, én szerintem fiatalabbnak nézek ki, és sokkal ilyen vibrant, ilyen élénkebbnek, úgyhogy mindenképpen szerettem volna, és már nagyjából mennyi, majdnem 2 éve most már nincsen szőke hajam, úgyhogy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy kicsit változtassunk. Nekem folyamatosan kell a változás. Tudom, hogy most megint visszamegyek a horoszkópokhoz, de hogyha nyilas vagy, akkor pontosan tudod, hogy folyamatos változásnak kell lenni az életedben valamilyen szinten, mert különben unatkozol. Úgyhogy itt volt az ideje egy változtatásnak, úgyhogy ezért mentem vissza szőkére, holnap vissza megy a póthaj, és végre olyan leszek, amilyen szeretek lenni külsőnek. Viszlek titeket magammal mindenhova, próbálok mutatni mindent nektek. Képzeljétek el, hogy átmentem egy nagyon rossz víruson, egy ilyen, hogy mondják ezt, egy ilyen stomach flu, egy ilyen
gyomorvíruson, egy ilyen influenza, vagy nem tudom, hogy mondják ezt magyarul. A lényeg, hogy most van egy ilyen vírus, amit keveredik mindenhol itt Los Angeles-be is, meg New York részen is nagyon sokaknak van. Hétfőn lettem rosszul, és még ma reggel is nagyon émelyeg a hasam, nagyon gyengének érzem magam, nagyon érzékeny, tehát ahogy eszek valamit, azonnal a hasam így elkezd ezt csinálni. Szerencsére nincsen lázam, de remektem az első két napban folyamatosan, ami talán volt egy kis hőemelkedésem, de nagyjából ennyi, és képzétek el, hogy elmentem egy háznak egy ilyen meetingre, egy ilyen tárgyalásra, hogy el akarják adni a házukat. Elmentem a házukhoz, és azt hittem, hogy már jól vagyok. Tehát ez a durva, mert egy ilyen hullámokba jön. És leültem, és kérdeztek, hogy kérek esetleg teát, és esetleg egy kis sütit, és akkor kihoztak valamilyen kis sütit, és ettem egy falatot, és beszélek a tulajdonossal, és érzem, hogy így jön föl. És mondtam, hogy elnézést, de használhatom esetleg a mosdót, mert nem vagyok jól, és úgy gondolom, hogy amit most ettem, ez egy kicsit megbolygatta a hasamat, ami alapból érzékeny, és szerencsére, hogy a tulajdonosok orvosok voltak, úgyhogy teljesen megértették, meg adtak gyógyszert, meg minden, úgyhogy tök aranyosak voltak, aztán utána, mivel el kellett jönnöm, hiszen hánytam a mosdójukba, úgyhogy utána mondtam, hogy akkor ezt folytassuk valamikor máskor, úgyhogy csütörtökön folytattuk a beszélgetést, akkor már kicsit jobban lettem, és akkor együtt vacsoráztunk, és szerencsére meg is kaptam, úgy néz ki, a háznak az eladását, úgyhogy igazából nem hátráltatott annyira, de érdekes, ez egy elég izgalmas hét volt. Kezdjük el együtt ezt a hétvégét, tudtok mindent, köszönöm, hogy itt vagytok velem ma is, és kezdjük el ezt a vlogot. Összepakoltam a cuccaimat, itt van egy farmer jackie, cipő, boxkesztyű és melegítő nadrág, és azért, mert nem tudok cicanadrágba boxolni amúgy. Összehajtom majd mindjárt. Ezen kívül viszem magammal ezt a hátizsákot, és amúgy ez az outfit, igazából földobtam magamra ezt az oversized blazer, csak azért, hogy egy kicsit profibnak tűnjön a dolog. Oké, megváltoztattam. Nem, mégsem tetszett ez a blazer így, úgyhogy ezt a hosszú farmer jacket dobtam fel. Babe, you don't care. It's I asked your help. No, you only care about your own outfits. Yeah, it's nagyon szép, because I figured it out on my own, with no help from anyone. Szép. It's too little and too late and too little. Most már mindjárt itt vagyok Encinóban, itt van hátul a táskám, ami a boxoláshoz kell, és Encino az igazából a Valley-ben van, ami úgy van ugye Beverly-hez, mögötte van a hegy, és ez a hegynek a másik oldalán van, és ez a része a Valley-nek eléggé elkezdett felkapott lenni, nagyon sokan költöznek ide, biztonságosabbnak tartják, tisztábbnak tartják, nyilván nincsen akkora nagy élet itt, mint ahol ugye én lakok benne a központban, viszont nagyon jó hely ez is, tehát egy kicsit nyugodtabb, de nagyon biztonságos, nagyon szép, és ezért az árak is mennek felfele, úgyhogy nagyon érdekes, hogy azért nyilvánvalóan olcsóbb, de nem annyira nagyon olcsóbb, mint gondolnád, úgyhogy most oda fogunk menni, most már mindjárt itt vagyok, úgyhogy mutatok mindent. Ha láthatjátok, hogy itt az utcák sokkal szélesebbek, hogyha megnézed ott Los Angelesben, ahol én lakok, ott az utcák egy kicsit keskenyebbek, nincs olyan nagyon nagy tér, kicsit mások a boltok itt, nyilván vannak ugyanazok a nagyok, amik nálunk, de megvannak ezek a helyi dolgok is. Úgyhogy érdekes, kicsit más az egésznek az energiája, más a vibe-ja, de látni fogjátok, hogy ahogy megyünk be arra a részre, ahol a lakóházak vannak, kicsit más az is, mint nálunk. Sajnálom, hogy az idő egy kicsit borús, jobban néz neki minden, hogyha nem lenne ilyen borús, de itt vagyunk, ez a ház itt oldalt, amit majd fogunk megmutatni. És ez egy olyan ház amúgy, amit azért vesznek meg, hogy felújítsák. Tehát az egész egy felújításra való. Olyat keres a vevő, amit teljesen fel tud újítani a saját ízlése szerint. Úgyhogy azért találtunk neki egy olyat, ami, ahol tényleg van mit felújítani. Próbálok mutatni, ameddig nem ér ide a kliensünk. Szóval ez a ház, ami felújításra vár. És ez az utca. Nagyon szép, zöld környék. A 29
morning I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Most végeztünk ezzel a házmutatással, ez a ház annyira gyönyörű, hogy amúgy itt van velem a barátom, és pont azt beszéltük, hogy simán belemennénk egy ilyen kis felújításba, mert igazából én azt hittem, hogy ez a ház ez nagyon-nagyon sok felújítást igényel, de amúgy nem. Tehát oké, a fürdőszobák, a konyha egy kicsit, más szín, a floor, mi a floor? Beraknék a padló teljesen megváltoztatnám, de amúgy a háznak a karaktere annyira gyönyörű, hogy ezt megtartanám 100%-ban. Úgyhogy, yeah, you wanna move here? I would love to move here. What a great, great house. Right? Oh God. I know. I love it. It's beautiful. It's but so would you be okay with Encino? I mean, you get used to it. I would love it? You would love it. Why do you think I would love it? Because everything's going to be close by, all the stores, all the restaurants, everything's like are a block cool, away. Are there cool restaurants? Yeah, in Encino there is. In Encino they have good restaurants. Okay. I think. We'll look into it. Gyorsan beugrottam a Starbucksba egy bacon egg bite-ért, és gyorsan felvettem. Most visszaugrok a kocsiba, és megeszem útközben. I think I have like trauma. Oh, fuck. What? Oh my god. I forgot. Here you go. És ide értem. Look, look at her muscle. Do you see that? Oh my god. I need to chill. No, you don't chill. Yeah. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? So sad, it's my car. Sziasztok! Szó szerint meghaltunk a boxom, de nagyon jó volt. Ugye látjátok, hogy kezdünk izmosodni. We getting some muscles. You see my arm like yeah. Do you see them? Actually we are. And a lot of butt is growing. And wow! Na én közben hazamentem, lezolanyoztam, átöltöztem, visszaöltöztem a normális outfitembe, és most pedig megyek találkozni a barátnőmmel, akiről beszéltem nektek. Úgyhogy elmegyünk a Joe & the Juice-ba. Úgyhogy most már az én autómban vagyok. És most oda fogok elvezetni, csak éppen rakom el a kulcsomat. Igazából a hajamat nagyon könnyű most csinálni, mert rövid, úgyhogy csak zuhanyzáshoz felkötöttem, és most pedig kicsit megköztettem az elejét. És most már mindjárt 1:30 van, és indulunk. Most végeztem a kávézással, ott nem nagyon tudtam vlogolni, de ide berakok egy képet, itt a Jenniferrel találkoztam, nagyon jó volt látni ennyi idő után, és hihetetlen, hogy mennyi minden változott így, ahol együtt éltünk, még az előző barátommal, ő ugyanott volt a szomszédom, ugyanazon a szinten lakott az ő akkori barátjával, és most már ő sem lakik, őt, ő is elköltözött onnan, úgyhogy itt tök érdekes volt így beszélni, meg minden vele, úgyhogy ez egy jó kis egy óra volt, aztán most eljöttem ide mutatni egy másik házat, úgyhogy ezt gyorsan megmutatom, ez egy ilyen kiadásra van csak, egy nagyon gyors mutatás, aztán pedig megyek haza, és kell egyet pihennem, mert most már reggel 6 óta fönn vagyok, képzétek el, ma 6-kor keltem, és elkészültem meg minden, hogy tudtam, hogy ez egy sűrű nap lesz, úgyhogy most kell nekem egy fél óra pihenés, úgyhogy most hazamegyünk, lepihenünk, és utána elkészülünk a vacsorára. Most ébredtem fel egy nagyon hosszú alvásból, 6 óra van.
És hogy láttátok, ma nem ettem még semmit, csak azt a Starbucks-os tojást, úgyhogy arra gondoltam, hogy eszek egy kicsi guacamole chipszel, és akkor megyünk vacsorázni a barátommal. Egy nagyon érdekes helyre foglaltunk helyet. Én voltam már ott amúgy a barátnőimmel, és azt hiszem, ő is volt a barátaival, de együtt még nem voltunk, és ez egy vegán hely, képzeljétek el itt West Hollywoodban, az a neve, hogy Gracias Madre, ami nagyon érdekes, mert annyira nagyon jó ott a kaja, és ugye általában mi nagyon sok húst eszünk, nagyon sok, tehát nem eszünk vígenként, én ugye nem eszek tejterméket, meg nem eszek glutén, de nem vagyok vegán. Ez a terve, mit tudnak, hogy mindent meg egyiket rendelünk. És most a barátom megcsinálja a guacamoléját, a híres guacamoléját, és nem tudjátok elképzelni, mennyi üzenetet kapok Instagramon, hogy miért nem rakom bele egyszer a videó, hogy pontosan hogyan csinálja, mindig csak a végeredményt mutatom, úgyhogy most megmutatja nektek, hogy hogyan készül el a híres guacamoléja. Is it okay if I film it? Of course. Are you okay with that? Persze, persze. Are you gonna have like, how did they say it? Like when, like... Stage fright? Yeah. I was gonna say light fright. No. What were you gonna say? A light fright. It's gonna be an aftershake. Aftershake. Néha, amikor elrontok valamit angolul, ami amúgy előfordul nyilvánvalóan. Főleg, hogy nem figyelek oda. Néha kitalálok egy ilyen szavakat. I don't think that knife is gonna work. Why don't you use mine? It's over there. Szóval valamit elrontok, és nyilván néha van ilyen, hogy elrontok valamit angolul, vagy nem figyelek oda, és sokszor kitalálok szavakat, amikor nem jut eszembe. És múltkor is valamikor földrengés van, mert volt itt nálunk egy nagy földrengés, és utána van az a neve, hogy aftershock, right? Aftershock. Amikor van a nagy földrengés, utána jön az ilyen utórengések. És annak az a neve, hogy aftershock. Én meg azt mondom, hogy aftershake. Úgyhogy most éppen azt hozta föl, hogy ez mennyire vicces. It's not funny. So cute. Well, I don't make fun of your Hungarian. Maybe it's cute. Thank When you make a mistake, it's cute. It's just cute. My face is so puffy. So beautiful. I'm being stewy. You look so beautiful. Thank you. Okay, mutatom, hogy hogyan csinálja a guacamolét. Can you explain? Well, you gotta chop up the onions in very fine, small pieces. Szóval minél vékonyabbra és kisebbre kell felvágni a hagymát. Ez fehér hagyma, de amúgy lehet használni hozzá sárga hagymát, vagy akár mind a hagymát is. We like a lot of hagyma. Igen, mi nagyon sok hagymával szeretjük, de nem csak ezt a fajta hagymát fogja belerakni, right? You're using something like other onion too. I'm using the white onion this time because... You're using the green onion too, right? I don't know if we have any green onion, do we? So I'm gonna put the green onion in there too. Okay. And then... Some cilantro. I don't know how to say cilantro in Hungarian. Koriander. Koriander. Hagyma, zöld hagyma, koriander. And jalapeno. Csípős paprika, ez a jalapeno. Megvan a serrano pepper. Mm-hmm. Ez még csípősebb. What else? And avocados, obviously. Avocado. Salt. Só. Yeah, salt, pepper. Só, borsz. Yeah, exactly. All that good stuff. And olive oil, right? Oh, olive oil, of course. Olive oil. And what else? That's it? That's it. And love. Aww. You put a lot of love in it. You're so sweet. Aww, zuckerborsho. Zuckerborsho. Igen, ez az új szó, amit neki. Can you say it again? Zuckerborsho. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. It all on tap. I'm loving your vibe. Always have your back. We
like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good. És kriszt is van a guacamole, úgyhogy most eszünk egy négy pici tortilla chipszel, aztán utána pedig nekiállok készülődni. Elkészültem a vacsorához, felvettem ezt a kraplopit, ezt már láthattátok egy előző vlogomba, hozzá farmer nadrág, és ennek az alja így szét van nyitva, úgyhogy magas sarkú csizmával fogom majd felvenni. És ennyi lenne. Igazából sminket nem nagyon raktam föl, tehát nincsen rajtam alapozó, csak egy kicsi ilyen tús, és ez is csak púderrel, úgyhogy ennyi lenne. Úgyhogy most gyorsan felmagamra dobom a cipőmet, és indulunk vacsizni. Jó reggelt! Most már vasárnap reggel van, és 7 óra 30, úgyhogy hamarosan indulok a fodrászhoz. Fölkeltem 6-kor, és megmostam a hajamat, mert teljesen friss hajjal kell oda mennem, amikor berakatom a póthajat, úgyhogy így indítottam, csak megmostam, raktam rá balzsamot, leültettem, és nem raktam rá semmi olajat, semmilyen formázót, semmit, mert az gátolhatja a póthajnak a felrakását. Egy jó 5-6 órát fogok már tölteni ott, úgyhogy viszem magammal a laptopomat, és szerkeztem a videót, hogy fel tudjam nektek tölteni. Ezen kívül viszek magammal töltőt. A Dóri azt mondta, hogy meg fog engem látogatni, ameddig ott leszek, úgyhogy ez nagyon izgalmas, mert legalább láthatom egy kicsit. Amúgy a Dóri elindította a YouTube csatornáját, hogyha szeretnétek, nézzétek meg majd. Még csak egy videója van fent, de el fog kezdeni többet feltölteni, és amennyire tudok, fogok neki segíteni benne, remélhetőleg fogunk tudni csinálni videókat együtt is, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg az intro videóját, és hogyha érdekel az a content, amit ő csinál, akkor mindenképpen kövessétek be, mert jó sok videó fog jönni tőle. Ittam egy kávét, igazából nem tervezek enni, ameddig ott vagyok, ez most 8-kor fogja kezdeni, ilyen 1-2 körül fogok végezni nagyjából, úgyhogy az a terve, hogy addig nem eszek, hanem majd akkor utána, vagy ha esetleg a barátom odaugrik, valószínűleg fog nekem hozni valamit, mert általában ezt szokta csinálni. Mert ő mindig próbál megbiztosodni arról, hogy eszek eleget, úgyhogy valószínűleg ez be fog következni. De a kamerámat nem viszem magammal, mert nem fogok tudni mozogni, csak egy helybe fogok ülni, de a telefonommal fogok vlogolni, és mutatom majd a részeket, és ezen kívül készül egy külön TikTok videó, ami TikTokra, meg Instagramra fog felmenni csak a hajamról, úgyhogy mindenképpen dokumentálok mindent, amit tudok a telefonommal, és utána pedig folytatjuk a napot. El akarok menni bevásárolni utána, a hűtő teljesen üres, akarok főzni valamit, úgyhogy vannak tervek, és mindent mutatok, úgyhogy kezdjük el együtt ezt a vasárnapot. És itt is vagyunk, csináljuk a hajamat, hoztok meg a sok hajat, amit... Nem sem tudom mondani, mennyire izgatott vagyok, ez itt mind a haj, ami rá fog kerülni. Nézd meg, hogy mennyi különböző szín van, amit összekever, és azáltal jön ki ez a hajszín majd. Oké, szóval éppen... Most megálltunk, mert rendeltem ebédet, de amúgy itt van a haj. Ez amúgy nem lesz ilyen hosszú, mert ebből vágni fogunk, mert összevágjuk az én saját hajammal, hogy sokkal természetesebb legyen. De jelenleg itt tartunk, és rendeltem ezt a Moonbolt-tól egy ilyen koreai bolt, úgyhogy ezt fogom enni. Szóval ez így néz ki. Ez egy ilyen koreai csirkés tál salátával, és ez a szósz megy a tetejére. Na hát ennyit ettem eddig ebből, és szerintem amúgy most nevetni fogtok, de nézzetek meg, hogy az összes ananászt kivettem belőle. Egyszerűen én nem bírok ananászt tenni, annyira nagyon utálom, hogy nem tudom elmondani. Úgyhogy jelenleg ez a szituációm. Most mindjárt befejezem, aztán folytatjuk. Sziasztok! Na ki van itt ma? Sziasztok! A pont ma mondtam reggel, hogy neked is van YouTube csatornád, fönn van az intro, és jönnek az új vlogok. Nem sokára, megígérem, nem sokára. Egy kisebb, ilyen kisebb... Bukkanok. Kisebb bukkanok jöttek közben az ilyen, de igen. Jön itt. Szóval most bent van a haj, és most pedig meg fogjuk vágni. Nyilvánvalóan ez nagyon hosszú, úgyhogy szépen formára vágjuk. Itt az arcom körül is egy kicsit, hogy ilyen kereke legyen, és az alja pedig, hogy sokkal
hogy mondják ezt, amikor ilyen vastagabb legyen, szóval ez így vágva lesz. Úgyhogy most ez a következő lépés. Hazaértem, és lepihentem egy fél órára. Aztán elkészültem, és most már indulásra készen vagyok egy ilyen mini szoknyában, ezzel a harisnyával. Leather, mi a leather? Bőrcsekiben. Táska, és indulunk vacsorázni. Egy ilyen perzsa étterembe fogunk menni barátokkal, úgyhogy csak gondoltam, hogy ide jövök, és elmondom, hogy mi a helyzet. Kész van a hajam. Ide berakok egy videót róla. Az a legegyszerűbb, hogyha ide berakok egy videót, és akkor látjátok egyben. Meg kell megmutatni a tükörbe is gyorsan. Szóval ez lett a végeredmény. Szóval ez a haj az alapvetően hullámos, úgyhogy ezt majd meg kell mosnom holnap. Kell várnom egy napot, holnap meg kell mosnom, és akkor az egész ilyen hullámos lesz. Jelenleg most egyenes, mert ugye össze kellett vágni a saját hajammal. Úgyhogy láthatjátok, hogy ilyen egyenesre le lett vágva. Ez lett a hajam. Egy kicsit hosszú, úgyhogy ezt így azért még meg kell szoknom, mert tényleg meg kell nézni, hogy milyen majd, amikor így behullámosodik, úgyhogy csak gondoltam, hogy becsekkolok nektek, és most pedig elindulunk vacsorázni, aztán ennyi lesz a mai nap. We mainly had sashimi. Oh, sorry. Were you getting it? Wow. Most értünk haza, úgyhogy el is köszönök tőletek. Köszönöm, hogy itt voltatok ebben a hétvégi vlogban, és találkozunk a következőben. Sziasztok!